Nos, hűen az előző heti ígéretünkhöz, mai adásunkban a dámszarvasok legfontosabb évi eseménye, a barcogás nyomába eredünk. A Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT területén járunk, nem messze Tamásitól, a társaság központjától, mely hazánk igazi dám fővárosa. Európa leghíresebb dámvad állománya a Gyulai Vadrezervátum közel 31 ezer hektáros területén lelhető fel. A természetfilmes számára többszörösen is ünnepez az időszak, hiszen a mind melegebb fények, az egyre aranylóbb őszi ragyogás csak még tovább fokozza a dámszarvasok násza a barcogás filmezésének szépségét. A finom ősz kezdeti ködökben, a párás levegőben láthatóvá váló sugárkévék és árnyak semmihez sem fogható hangulatot adnak egy-egy dámbikás képnek. Egyik legszebb nagyvadunk büszke kiállása, remek tartása, igéző hatalmas szemei, agancsának monumentális volta pedig csak még tovább fokozza a hatást. Mindehhez maga a barcogás is felettébb izgalmas esemény, és sok tekintetben eltér a gímszarvasok bőgésétől, vagy az őznáztól. Itt van rögvest maga a hang, a barcogás, mely egészen különleges a szarvasfélék között. Dámbőgésről épp ezért nem beszélhetünk, hiszen a röfögésszerű hang képzése is egészen eltérő a társ szarvasfajok technikájától. További érdekesség a nemek sajátos aktivitása a barcogás alatt. A dámoknál ugyanis a hölgyek diktálnak, nem a szegény dámbika kajtat a teherei után. Az ő legfontosabb feladata a barcogó teknő kiásása, ebbe belefeküdve várja, szó szerint éjjel-nappal a tehenek offenzíváját. Ők viszont a barcogó teknő helyéből tudják, épp az abszolút centrumban lévő vezérbikánál járnak-e vagy sem. Ennél fogva, ha a dámok épp vívnak egymással, nem egy bizonyos tehén kegyeiért teszik. A cél a legjobb barcogó teknőhely elfoglalása, és ezzel a kiválóság jelzése a reménybeli ara felé. A dámszarvasok barcogása mondhatni az ősz nyitánya. A vörösek, sárgák, barnák ünnepét indítja el. A természet utolsó nagy színzenekari ódáját emeli fel, a lassan elfogyó melegragyogás, hanyatlása, majd a kékek, feketék és ridegfehérek uralma a tél beállta előtt.